Jó, jó, persze. Jó, köszönöm, ennyire lesz csak a kérdés. Oké. Jó. Also er soll auf der Seite. Ja, ja. Er sagt ihm einfach, er soll nur dich anschauen. Ja. Okay. Der unterhält sich nur mit dir. Okay, ich bin aber der Käfer. Mich und den Kameramann einfach ignorieren. Okay. Majd csak rám nézni, kedves. A kamerás később ignorált. Ő németül fel fogja tenni a kérdést. És ezt nem most fogja. Nem, jó. Én azt magyarul le fogom fordítani a kérdést, és aztán a válaszolat pedig röviden összefoglalva fogom csak elmondani. Azért lesz röviden, amit én mondok. Mert majd a fordítást viszont is azt mondom az életet. Szóval ez csak egy ilyen lesz a foglaló. Oké. Lesz. Oké. Ez ő... Várj már! Pillanat! Oké. Also die erste Frage, was ist passiert? Warum wird hier gestreikt? Az első kérdés az az, hogy mi történt? Miért van most ez az éjségsztrájk itt Orbánházal? Igen. Hát Magyarországot a devizahitelekkel kirabolták. Kirabolták az embereket, átverték ezt. Már a kormány is többször hangoztatta, hogy átverés, csalás történt, csapdába csalták az embereket. Megállapítottak egy törlesztő részletet, és ez a törlesztő részlet jóval magasabb, kétszeresen, háromszorosan lett a legtöbb embernél. És 2009 óta folynak tárgyalások, bírósági tárgyalások, perek ezzel kapcsolatban, de nem sikerült megoldást találni, és jelenleg a kormány elkezdett tárgyalni a bankkal. És mi úgy gondoljuk, hogy csalókkal nem tárgyalni kell, a csalókat felelősségre kell vonni, és ezt szeretnénk itt kifejezni. Also, Sie sind deswegen hier, weil diese Devisenkredite haben die Raten... Die Devisenkrediten haben, die Raten haben sich enorm erhöht und die Regierung möchte diese Situation irgendwie lösen. Sie verhandeln mit den Banken, aber die denken, man darf mit diesen Lügnern und mit diesen Gaunern nicht verhandeln, sondern man muss sie verurteilen. Was glauben Sie, ist Orbán von Ihrer Aktion beeindruckt? És mit gondol, lesz hatással ennek az akciónak Orbánra, meg egyáltalán ilyen lesz hatással őre, vagy fog-e benyomást kelteni Orbánban ez az akció? Nagyon bízunk benne, hogy igen, hiszen itt az emberek az egészségüket kockáztatják már, tehát egy éjségsztrájk ez erről szól, és ha nem, akkor fokozni fogjuk. Ez er hofft sehr, weil die Leute riskieren ja ihre Gesundheit, so ein Hungerstreik geht ja um die Gesundheit, und wenn es keinen Erfolg haben wird, dann werden sie noch härtere Maßnahmen nehmen. Wie lange soll der Hungerstreik gehen und was soll sozusagen bei Orbán ankommen? Was soll es bewirken? Meddig fog ez az éjségsztrájk tartani, és milyen hatást szeretnének elérni Orbánnál ezzel az éjségsztrájkkal? Tehát ez most 72 órán keresztül tart, pénteken 9 órakor fogjuk befejezni, utána itt beszédek lesznek, majd egy vonulás a városon, autókkal és gyalogosan is. A hatása az, hogy a kormány gondolja át, hogy végre a feladatát végezze, és a felhatalmazóknak az érdekeit képviselje, ne pedig egy idegen pénzhatalomét. Also der Hungerstreik wird 72 Stunden lang dauern, am Freitag um 9 Uhr wird es zu Ende sein, dann kommen wir reden und sagen Umzug und was wir erreichen möchten, dass die Regierung endlich, doch der Orbán und die Regierung endlich das macht, wozu die Wähler sie berechtigt haben, also dass sie endlich die Interessen der Wähler vertreten. Über Hunderttausende sind von diesem Problem hier in Ungarn betroffen. Also sehr, sehr viele Menschen in Ungarn. Warum sind heute nur so wenige hier? Több mint 100.000 ember az, akit nagyon-nagyon keményen érint, aki ugye már nem is tud visszafizetni, és már nem is fizet vissza. Milyen lehet az, hogy mégis csak ilyen, hát relatíve kevesen tudtak eljönni ma erre a rendszerűen? Hát egyrészt az emberek ki vannak fosztva, már nincs pénzük úti költségre, de ezzel párhuzamosan Pécsen szintén folyik egy éjségsztrájk, és most olyan akciók vannak, például a bankpakátolás, amit országos szinten több városban csinálnak folyamatosan, nem is csak most, de mindenképpen a mi akciónkhoz is kapcsolódva. Also die Leute sind ausgebeutet, sie haben kein Geld mehr, viele haben nicht mehr Geld für die Reisekosten. Und aber es gibt auch jetzt parallel zu dieser Aktion eine Aktion in Pécs und auch in anderen Städten am Lande gibt es auch verschiedene Aktionen. Ein Hilfsprogramm der Regierung ist die Siedlung in Ostja. Ist das eine Lösung, Ostja? Az egyik program, amit a kormány kidolgozott az elmúlt években, ez az ócsai devizahiteles lakópark. Ez önök szerint, vagy ön szerint egy
reális megoldás? Ez segít valakin, vagy ez jó megoldáson szerint? Nem, egyáltalán nem. Egyrészt nagyon drága volt, tehát irreálisan drága. Több száz lakást vehettek volna ebből a pénzből, és a piacon van bőven több száz lakás, amit meg lehetett volna venni. Tehát ez az egyik oka. Másik pedig emberek, akik kiposztottak, miért akarnak egy gettóba terelni, távol mindentől, iskolától, óvodától, bevásárlási lehetőségtől és munkahelyektől. Nein, das ist überhaupt keine gute Lösung, weil aus diesem Geld, was Sie für diese Häuser ausgegeben hätten, hätten Sie mehrere hundert Wohnungen kaufen können vom Markt. Es gibt ja mehrere hundert Wohnungen am Markt und das ist keine Lösung, dass die Leute, die ausgebeutet wurden und alles verloren haben, in so ein Ghetto getrieben werden, weit weg von den Einkaufsmöglichkeiten, von den Schulmöglichkeiten, weit weg von allem. Was ist Ihnen persönlich passiert, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich anfangen und aktiv werden, ich muss was tun, damit was passiert? És önnel személy szerint mi történt, ami azt váltotta ki, hogy azt mondta, hogy na most már tennem kell valamit, most már csinálnom kell valamit, hogy egyáltalán itt van ma. Mi volt a kiváltó körülnél? Hát a kiváltó az volt, hogy egy évvel ezelőtt a bankkal megpróbáltunk egyezkedni, amikor rájöttünk, hogy csalás történt és átvertek, akkor ők veszekedtek velünk, kiabáltak és fenyegetőztek, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor legyen harc, hiszen azt látjuk, hogy bíróságokon nagyon nehezen lehet előre jutni. Egyébként a saját ügyünk bíróságon már jól áll, de van Magyarország, van az embereknek a 90%-a, akinek nincs már pénze arra, hogy bíróságon érvényesítse a jogait. Akkor ön is érintett. És érintettek vagyunk, így van. És leginkább másokért állunk most már ki, de érintettek vagyunk természetesen. Also er selbst ist auch betroffen. Er hat, als er vor einem Jahr circa draufgekommen ist, dass er eingelegt wurde und dass er betrogen wurde, hat er angefangen irgendwie mit der Bank zu verhandeln, aber die Bank war überhaupt nicht offen darauf. Die Bank hat ihn beschimpft und er ist zum Gericht gegangen und der Gerichtsprozess geht so irgendwie so okay, aber er ist draufgekommen, dass man diesen Banken nicht so wirklich was machen und übernehmen kann und deswegen hat er angefangen diesen Widerstand, aber nicht nur für sich selbst, der ist selbst betroffen, wie gesagt, aber er macht es jetzt hauptsächlich nicht mehr für sich selbst, sondern für die anderen Leute, die keine Möglichkeiten, die kein Geld und die keine Zeit und die keine Energie dazu haben, gegen die Banken verschiedene Prozesse zu starten. Wie viele Schulden haben Sie? Milyen összegű körülbelül az adóssága, ami fennáll a bankkal szemben? A sajátunk 35 milliót az, amit fölösítottak, ebből 15-öt visszafizettünk, és jelenleg 50 millió fölött követel a bank. Also 30 Millionen hat er bekommen, 15 hat er zurückgezahlt, und die Bank verlangt aber noch immer 50 Millionen. Sie leben allein mit Familie, wie machen Sie das, wie gehen Sie damit um? Egyedül él, vagy családdal? Családdal, három gyermek és a feleségem is itt van, és most iskolában vannak, de egyébként minden opción itt vannak a gyerekek is. Also er lebt mit seiner die Frau ist da, die Kinder sind in der Schule, aber wenn sie nicht in der Schule sind, dann sind sie auch bei der Aktion dabei. Und Sie beide machen den Hungerstreik zusammen mit Ihrer Frau? És a felesége is önnel együtt is streikolt? Nem, ő most nem lesz itt. Ő egészségileg nem bírná. Nein, weil sie würde es gesundheitlich nicht verkaufen. Danke. Nagyon szépen. Köszönjük szépen. És pénteken esetleg, hogyha tudok elni, akkor azért jóval többen leszünk itt. Akkor ugye beszédek fognak elhangzani, és más szervezet is jönnek ki. Tehát addig ilyen, jönnek-mennek az emberek, addigra én úgy sejtem, hogy ilyen 200-300 ember már itt lesz. Úgyhogy elmennek, jönnek, elmennek, és hát remélem azért 100 fölött lesznek itt azon a akción is. Jó, remélem. Köszönöm szépen. Meglátjuk. Nyilván, ha tudtok jönni, jó. Akkor nagyon szívesen veszünk minden tudósítást erről a harcról. Rendben, köszönjük.